Bár, ami gráfoszol most. Ugye már eléggé kiment Viszont a lehet, hogy hármat. metából. Naftal az a one tap rövidre, nagyon szép volt, meg ez a one tap is nagyon szép volt. Gobi nem számított arra, szerintem, hogy egyből ki fog píkelni Nitro. De mégis megtette. Ez is. Oh! Micsoda? Hát nem tudom, mennyi mindent láthatott a tabzemből. Legyek, hogy megölte. Next. Ismét tolják rövidet. Takúnak a fejét látja meg, viszont ez fordítva is igaz, és Takú. Az, aki sebződés nélkül tudja megölni Nexet. Érdekes. A másik három fegyvert pedig megpróbálják kimenteni majd a következő LQ körre. Ja. A timing nagyon rossz volt, mert észrevettem olyan az ellenfelét. Rossz égén azért húzódott be a sarokba. Érkezik még Takótól a flash, majd jön is át a füstön. Csak a CT-n eléggé messze voltak ahhoz, hogy ne vakuljanak. Egy ilyen seret vissza is átjött a füstön, sőt most már el is. Szóval mindketten vakulnak. Tizian, illetve Smuja párosa ölhetné meg őket. Tizian, a kifogy a CZ-je, be kell tölteni. Ez egy év nagyjából, el is. Megöli még Tizient. Sőt, ugrásból meg lehet még Smuja is, nincs fegyvermentés a Big részéről. Ez így viszont nagyon drága force volt. Az oldalukra is mindössze Nexnek van pénze, aki talán egy P250-et vett. Mindössze. Nulla kettő, és ahogyan azt az előbb is mondtam, nagy valószínűséggel akár 0-3 is lehet, ugye, ahogyan azt picivel az előbb beszéltük, így az ekonomi újítása miatt. Nézzük meg ezt a nagyon egységes B támadást. Egyedül Takó az, aki ismétleten lemaradt kicsit. Megszék is szépen lassan megindulnak átzárni B lerakóra. Közben el is lerakja a bombát. Nagyon-nagyon könnyen meg is fogja szerezni a Liquid a harmadik körét. Hogy esetleg a pisztolyokkal, illetve az USP-kkel és a granátokkal még valamit nem tud esetleg alkotni. Nézzük, el is áttolta a füstöt, rá nem és igazán magát számítanak. Egyből. Igen, okos igen, rendés, és dupla, majdnem triplába is belefutott Gombi. Tehát utána Laf egy hasonló duplát ver a már megszerzett első fregére. Hát eddig a Liquid nagyon meggyőző tud lenni. El is. Ismét gyorsan mennek be. Lehet, el is mondta, hogy letartja most középajtót. Hosszú egyébként pitbe érkezik egy CT. Név szerint Gobbil is kocsitot tud még esetleg segíteni. Aki egyébként a közép kifutót is tartja. Nem egy rossz felállás azért, hogy jelenleg a Big alkalmaz. Csak itt muszáj fregelniük. Amit meglátják az ellenfelet, hogy túl sok menekülési helyzetük nincs. Kezdik a moló rövidre, bár ez késő, illetve támadás már el fog indulni. Tamsen elvi Nitro-t. Össze kell még kaparniuk a bombát. Next pedig ki fog nézni a rakóra, megvan neki egy frag az auggal. Lesz-e több twist, most már tart rá, de ki kell menekülnie, úgyhogy talán ezzel jobban el van foglalva, illetve a bombát is össze kellene majd kapani. Twist próbálja meg ezt megszerezni. Lenullozza őt! Az AWP-vel Tamsen, és nem tudja megölni Nexőt! Tamsen már utána befejezi falon át, el is! Az SG-vel tudja már mit tenni, NAV közben lurköl B-ről, el is kiszedi Tabzent, 2v2 alakul ki, hosszún tolja le, hosszút tolja le Gobbi, illetve beszorult helyzetbe Tizian.
Nauf megöli őt, és rövidre Gobbi nem sikerül refregelni. Két HP-n, de éppen csak megúszta Nauf. El fog futni CT kezdően Gobbinak, ezt hallania kell. Látja most már a molót is, meg tudja venni Nafot. Nem mert elé is a gyorsabb, és megmenti társát valamilyen szinten, és megszerzi a negyedik körét egyébként így a Liquidnek. Egész szépen bekezdettem úgy az amerikai csapat. Még egyelőre nem igazán tudott reagálni rá semmiféle válaszszal, semmiféle komolyabb válaszszal. Nitro, ez csak egy-egyes sereg, T2 a pisztoly ellen, hát... Uha, és most itt hagyják egyébként a fegyvereket, akkor hogyha ott belövi Tizian a fregget, akkor nagy probléma lesz a Liquidnek. Nagy falba rohanhatnak bele fejjel, de hát nem jön össze. Tabzán szerez magának egy SG-t. És meg fogja próbálni az 1v2-t? Nem, igazából csak a távolból próbálja figyelni. Néz ki, hogy ebből egy mentés lesz. Viszont a Liquid is fickört szerez, tehát már 5-0-val indulnak, ami azért egy elég kezdés, de Dust 2-n, ami ugye főleg a big választás, és elvileg a saját pályájuk, és ugye a statisztikák szerint is nagyobb a győzelmi arányuk rajta, mint a Liquidnek. Érdekes. Azt mondod? Kijelentem. Érdekes? Nem. Hotel, Trivago. Mint az, hogy a Big és a Liquid is a harmadik helyezettként jutottak ki a Pro League döntőre? Nagyjából olyan érdekes, így van. Ugye a Big az európai, van még a Liquid az amerikai alapszakaszban. Végzett a harmadik helyen, ezen az érdekességen is túl vagyunk, hogyha már így említetted. Bosszul neki ment a testgével, csak egy ember tud elleni Takó, és mint az, aki refregel, egyből két füst is érkezik hosszúra a terroroktól. Ez is pedig dobna egy molotovot nagy vasszonyi a kocsihoz próbálja. Hát ha esetleg kiszúr egy-egy játékot, viszont senki sincs ott, tehát nagyjából itt van, kell fregelnie, Tiziannek hal 3-4-re. Mi a fenét keres ez még egy percnél T-spannon? Hát nem tudom, lehet, hogy nem, vissza hogy... rotálni. Jó, ez, nyilván nem én tettem fel ezt a kérdést, de hangozhatnak de, el ilyenek. De, te voltál. Előbb hallottam, te mondtad, nem? Nézzük, viszont félretéve el is, bebújik Pitbe. Vakító kíséretében 24 HP-val. Kicsit óvatosan kell játszani a pozíciója elárulását illetően. Már is meghal, amit kimondom, hogy óvatosan kell lennie. Ugye, Murphy törvénye ismét lecsapott, nézzük, Tabzen hibázik. Nuflight 13 HP, noppá, egy dupla válasz. A Big-től nézzük, Nuflight ott van egy frag viszont. A Big megszerzi az első körét, Next felveszi az AWP-t, és most már dupla AWP-vel fog védekezni a Big következő körben. Vagy nem. Gondolom eldobta az AWP-t, Smuja. És le pont, hogy ő kapta meg? Nem? Nincs látta a grafikonon. Majd felveszi, valahol a földön van. Vagy el, véletlen, és... Nem tudtam el, két, nem? Elég érdekes lenne, igen. Na nézzük, Nitro. Csak megölni végül itt, középen. Spawnról.
is. Érkezik a rövidebb. Tehát ebben az esetben hosszabb, de röviden érkező támadás. Szabad az időt, értjük. Smuja az, az, aki nem tud megölni a seggén. Fiatal is agresszív játékos. Hát, most kihasználták ellene. Hozhatotta le szépen. Nitro. Ez ilyen rotált be B-re. Most ő van itt szólóba. Érkezik be egy moló, jó, dob ki egy jó flash, elővi az első játékos, akinek valamiért ott volt a bomba, el is viszont nem tudja megölni, ennek a refregek. Next is mindössze egy játékos tud elvinni magával, érkezik az ajtófő, Stabzen, az időzítés nem jó, fülybe való lövéssel, 2v3-ba lehet elítékelni. Van mindkét, CT-n egyébként két, nem lehetetlen, de ezt a Task 2B-t eléggé nehéz visszafoglalni. A gránátoknak mindössze egy vakító van. Egy irányba jönnek, takolik, amint ezt megtudják. Mondjuk így most, egy ilyen sere után. Tehát itt az AWP-vel semmi esélye nem lesz. Talán menteni sem. Kijön majd egy vakító. És egyből ki is néz utána elé is. És természetesen meg is öli Tabzent. Az ingyen freget megszerzi ezzel. És megvan a hatodik köre. Amivel nyerté buktákba. Sodorja a Liquid a biget. Liquid először. Szenved. Majdnem. Jó, elég hülyén kezdtem a mondatot. Szóval a Big ismételten szenved a nyerték buktákkal kapcsolatban. Jó, a Liquid-el kezdtem a mondatot, na mindegy. Garantált az Echo, azt, egyébként azt nem értem, hogy miért nem forszoltak rá. Hiszen mindenképpen dupla Echo-juk lesz szerintem. Ez a például Spurya $1100-ral van. Ezért a többiek sincs lett nagyon $2000 fölé eresztve. Nézzük, Tabzen agressziója esetleg sikeres lesz és tudja majd frege váltani. Nem igazán, napnak ott van egy frex, múlja megölt a takót azért. Viszont reagált Gobi eltávolításával. Nézzük, 10 ilyen és múlja maradtak már csak 2-4-es szituációban. Meg is indulnak a T játékosok alerakóra, érkeznek be a gránát, illetve hát csak egy molotov. Ugye a bombalerakás is érkezik másodperceken belül. Bigesek pedig mentik a menthetőt. Ő pedig nagyjából egy AK. Viszont egy hét. Egy hét még a meccs. Ez nem tetszett mi? Nem. Hát jó. Okcsáok. Ez ugye jól lebújt egyébként azzal az AK-val. Ami viszonylag jó a pozíciója. Nézzük, 10 ilyen meghalt. Rátalálnak ezt Smujára? Ez itt a kérdés. Hát, kétlem. Még ha meg is tudják... a következő kör katartalmából. A reklám után. Igen, igen. És az, az előző részet tartalmából. Csak mutatják azt, hogy bújkál. Az B-t láthatjuk. A K-perdéket ugye, illetve a körönkénti átlagos sebzést. Eszkvénnaf, illetve el is az, akik baromi erősek, tehát 156-120 sebzés. Ez, el is ezt a 124-et kb. Áthozta az előző pályáról, azt tartja. Nagyjából amúgy igen. Ezért Smuja és Twist elég el vannak engedve, jó ez egyébként. A statisztikájukon is látszik. Közben megvan a Big első timeoutja. Let's go along. We can handle this. Oké. Okay. Hát Tabzen már nem tudja. Elhullik középről. Mi az alakával egyébként már említett hosszún van. Hát
Jelenleg tudják tartani ezt. A vigesek. Bobby szeretné erre összerezni a csapatát, és ő fregel is most. Csak az a baj, más nem fog. Tíz ilyen már is egyedül. A Bigbe. Az alkát felkap, és duplázik mondjuk még. Egy négyet hozhat, hát nem. Na, nem hagyja. Illetve lassan nem biztos, hogy megérkezett volna a takú is már hátulra. De így is azért a végére három fegyvert elbukott a Liquid. Tehát látni, hogy mennyit érett az egy kimentett fegyver. Illetve pár pisztoly mellette. Puff. Hát az beakadt. Egy kicsit. Meg úgy az is, oké. Okay. Ez a bizonyos kapta halt. Nézzük, igen. Takó. Takónak is lesz a kapta halt, így van. Adott és kapott is. Múlja által. Ez majd néz ki, hogy erőltetni akarja ezt a B-lerakót a Liquid. Nézzük, szpolyanak ott van egy frag. Ezt mondod a pozíciójából, elhibázza az első lövést, és meg is tudja őt ölni. Tehát itt lesz a Big Mac, mikor a tapszik is fregel okay. Azt hittem, azt múlja rántotta be, de... Igen, egyébként én is először, de aztán látom a képreden, és nem. Ez itt visz, hogy mit tud csinálni. Egyben én meg tudja ölni Smiát, viszont Tapsen átlövi őt füstön keresztül. Újabb kört szerez magának a Big, ez ugye ezúttal a második köre. Good job, man! Oldosan megint a nyerté buktákkor bele egyébként most négy fegyvert mentettek ki, minden igaz, nem hármat, bocsánat. Érkezik egy FAMAS drop, illetve egy M4 drop is, illetve végül az AU kerül el másik védőhöz. Tehát itt beakadt a füstbe. Meg hogy mellé ment. Mindig is összejött a 4K. Ja. Itt az AU-gal a boostról. Regel. Sokadik körben agresszív takó tudta elvinni, ellőni. Nézzük. Olyan a Liquid ismét nyerté buktá szituációba fogja taszítani a Bigget, vagy esetleg a német csapat megindul végre a comeback útján. Ez a is volt 8-2 a Liquidnek. Én szerintem... ezért is vagyok kíváncsi. Szerintem meg tud indulni a Big? Hát a Gobbi szeretné. Tapsen. Egyetlen AWP is megkapta. Nem használja rosszul, azt kell, hogy mondjam. Na, ugrásból veszély észre, Nex megöli Nightwatt nap közben a kerülő smuját szedi ki, viszont egyedül van, és van róla info, bombája pedig nincs, 25 másodperc. Hát, örülhet a mentés, összejön neki, a Liquidnek pedig nincs pénze, úgyhogy igen, igen is itt a harmadik köre a Big Clannak. Kérdés, hogy na, kimenti a fegyverét, esetleg hány rifle-t veszel? Egyet már elvett Izientől. Egyik csapatnak sincs túl sok pénze, úgyhogy fontosak a felszerelések, a fegyverek. Hát nem tud vásárolni a Liquid, úgyhogy ebben a körben is ki kellene menteni a NAF-nak azt az alkát, hogy esetleg ráforszolhatna? Team Liquid csapata? Szerintem sejtik azt, hogy a Bidnek nincs túl sok pénze. Úgyhogy emiatt akár rá is vehetnék. A Gombinek, ha mindig ez, akkor csak egy FAMAS fog jutni. Hát egy UMP. Ma ez már majdnem egy FAMAS. Helyi is segít a FAMAS-ra. Tegények FAMAS-ra, nem? Hát akár. Hibázik. És mit hibázik? Közben áttolt a közepet, és vissza is tolja a közepet. Elég gyors információ szerzésre azért elég volt ez a vállalás. Húha, jön a refrag, Nextra, aki duplázott a site-ról, a Tabzeng már visszazárt Gobbival együtt, meghalt Takó, Eli is felszerett Alkával. Itt van Nightrunner, és van egy M4, mert a plant ez valószínűleg nem fog összejönni fel, hogy a Tabzeng itt kénizik egyet, és pont a plantert lövi el Nightro, van egy refrag, 1v2, molóval óvatosan, 21 HP-t van Nightro, nincs Kevó,
Ó, mert össze kellene szedni, kicsit megpiró, 31 HP-re sebződik le az amerikai AVP is. Fogja dobni a füstöt és segít felvenni a bombát. És összejön a plant. A néd éppen hogy el tudja vinni Nitro-t. Hogyha kicsit beljebb rakja Nitro a bombát, akkor a dobos sarka felfogja a sebzést. Mert az esetben éppen hogy kapta még. Plant nélkül nehezebb lesz vásárolni a Liquidnek. Egész pontosan NAF-nak. Csinálod csak egy scout lesz, többiek pedig az AK, illetve az SG Elisnél. Tegerés nem jön össze ajtón át, majd füstön falon át újjára viszont már igen. Két lassabb kört nézzük. Játszanak. Egyébként igen, meglepően átgondolják a lépéseket. Feltétlenül játsszák azt az eddigi agresszív játékot a légvédesek. Nézzük azt, hogy a Big lehet, hogy tud valamiféle ellenállást mutatni ezen a pályán. Azért még mindig dupla annyi köre van a Liquidnek, mint ellenfelének. Nem ott a fű sorton érkezik helyette a molotov, el is áttolja és Max molójába hal meg. Viszont egyből nyomja is a refreget. Nex a M4-ével viszont nem bír el. Nézzük NAF a scouttal. Elkezdett a mid to be. NAF, nagyon szép a fejes gobbire. Mert tanulből takót, ha 10-ent elkapja, akkor lehet elindulni be, és meg is van, félig füsten át. Megszerzik az infót időbe Smujáról, aki még bújik. Illetve beérkezik ajtó, Smuja hibázik, ez nagy hiba. Nagyon nagy hiba, és Nexet pedig Nitro lövi hát nagyon jó időzítéssel. 9-4. Egy 15-es fél idő esetleg? Egy 11-4. Kilenc hat az eléggé. Unvalidnak tűnik. Tehát... nem tűnik túl valószínűleg. Mindössze egy P250-nel hárman fogják. Nem, ketten fogják csak kitolni rövidet. Tabzanék. Hol betart egyébként takó. Nitro pedig már kim van pipe, és így Aztekkel próbálkozik a Big, azért a Liquid sokkal többet támadott ára, mint sem bére. Úgyhogy ez a hívás akár működhet is majd. Értel is, 3 CT-vel is fészelt, ahogy kirobja a füstöt, kifutnak rá. És ott egy TK is összejön NAF-tól. Kocsira jön majd a moló. Bobby, el fogja égni, elbizony. Megérkezik takó. Next megölé, mondjuk a brazil játékos, és NAF-ot is, Nitro pedig szintén egős fejessel távozhat a körből, mivel 64 HP-n van. Next egy tripla az USP-vel a fegyverek ellen. Eléggé para lenne, azért már tudja a pozícióját a német játékosnak. Nézzük, és összejön! Egyetlen egy P250-t vettek, és azzal nem is igazán fregeltek. USP power. Nex 3 gyilkosságot szerzett az USP-vel a nagykevós alkákra. Nagyon okosan csinálta a Big a kifutást, ahogy NAF feldobta a füstöt, egyből ráfutottak. Érte nem is NAF volt, akit először előttek. Azt hiszem elé is, de nem ez a lényeg, hanem hogy itt ezek a fregek. Hát mondhatjuk azt, hogy a Liquid hibázott, de ezt most a Big csinált nagyon okosan. És nagyon bevállalósan, de a pisztolyokkal ezt bőven meg lehet tenni, és össze is jött, ki is fizetődött ez a számukra. Úgyhogy van esélye a comeback-re.
Illetve az előbb még annyira távolinak tartott 9-6-os félidőre is akár. Érkezik CTF ez plusz, a takó a dezi fejes, de nem, Nex meg tudja őt ölni. Itt róla világ szemben, nézzük az alkával mit tud vajon tenni. Hoppá, el is, beakad neki egy fejes. 4 a 4-re, Gobbinak a pozíciára nem tudnak. Nézzük, Tabzen sem tud meghalni, itt viszont megöli őt. Gobbi pedig érkezik fel Scythe-ra. Nézzük, hogy az auggal mire megy, semmire. 3 a 2-re. Tidian tud fregelni. 1v2. És nem tudnak mit kezdeni a Liquiddel. Még ezzel a szinte felemás vásárlással is lehozza a kört. 5-10. Ugyanaz az eredmény, mint ami Infernum volt. Szerinted pici? Itt mi lesz a második félnek a végkimenetele? Uha, hát ez nagyon jó kérdés. Most azért több comeback faktor van a Bigben, mint az előző pályán, jóval több. Úgyhogy legalább egy szorosabb mérkőzés látunk, mint az előző körben. Előző körben, előző pályán. Alapvetően azért az a 16-6 nem volt túl acélos, ez viszont most acélosabb lesz. Ezt már most megmondom. Második fél időben azért már fog legalább egy kört hozni a Big, ez 100%. Tehát hogyha nem, akkor hát hiába mutattak azért az utolsó körökben azért eléggé meggyőző játékot. Egy 1,02-es szorzó a Team Liquid-en. 10-es szorzó, igen. Ennyire nem érzek nagy különbséget. Most egy ilyen 5 dollárra akár meg is lehetne rakni talán a biget, bár biztos, hogy körülután sok minden változhat, főleg hogyha Nafit több freget is összeszed, akkor már azért Liquid nyerekbe érezheti magát majd. El is. Jöhet be a füstön. A flash után egy frag csak, de jön be Nafi is. Ő is elhullik Tabzan által. Twist, egy frag, majd egyre szorultabb helyzetet, de akkor is megérkezik, és tunnelből még tovább jön a brazil játékos, 11-5, na itt viszont már indokolt a 10-es szorzó, igen. Elkezdik is a forszolás a T csapattól, szója veszi a scoutot, még a többiek, hoppá, Nextnek is beugrott egy scout. Még az egyébként az ellenfél csapatánál Naf az, aki, ugye, mint mesterlövész. Jött egy olyan komment, hogy a Liquid legjobb... Igen? Liquid legjobb playere takó haja. Én ezzel veszekednék. Nekem Twistnek a haja jobban tetszik. Szerintem el is olyan nagyon cuki. El is olyan semmilyen. Twisté az olyan... van bele? Nem, csak olyan semmilyen. Twisté az úgy, az... ja. Abba ki lehet venni valamit. Bobby. Egy tech csere, de ez illetve a scouttal. Twist igazából csak azért tud jól játszani, mert ilyen haja van már nagyon régóta Naf. Még egy játékos lenulla az, ezúttal azt mondja, került a cél keresztjébe, Gobi pedig Google-val akarna végig menni. Hát akkor ezt nem fogja hagyni, akkor most már duplázik. Twist a hajával pedig befejezi a kört. Hajával duplázott. Na jó, ezt a hajat engedjük el. De egyébként nem megszokott. És akkor szerintem ezzel le is zártuk. Tizenkettő-öt. Ezt kell, hogy megtartja Naf. Te mindössze egy SMG van egyébként. TL-nél. Hopp, Thrace észrevett két terrort is.
És pedig középen húzik le egy kicsit a Pickett 50 által. Röviden futnak be majd a terrorok. Ez is már is felzár. De egyébként 31 HP van mindössze, úgyhogy óvatosan azért a pisztolyokkal szembe. Ott akár egy lockfejes is halált jelenteti. Nézzük. Szépen most átformulnak T-kezdőről a játékosok. Akkor vajon fel van-e készülve arra, hogy érkeznek a német játékosok? Na láss, megvan egy frag. Mi így oda spray? Igen, egyébként nagyon-nagyon szép spray control. Hát igen, csak Knight, hogy gyorsabb volt egyébként a MP9-e, de egyébként a spray control azért nem, egyáltalán nem volt rossz. Hát figyelj, mondjuk azt, hogy kiegészítették egymást elég szépen ma, és akkor senki sem sérül. Biztos? Nem sérülsz meg? Soha. 13-5. Ezt a fegyveres kört elbukja a Big, akkor már is mappontnál, meccspontnál lényegében a Team Liquid. Úgyhogy nagy nyomás alatt. Német Bridge csapat is, akkor már is kitolt Upper Tunnelt. Tehát lehet, hogy hallotta ezt, mert nagyon tartja most a felső alagutat. Akkor pedig most el is árulja magát, hogy itt van egyből, vissza kell majd így futnia, hogyha élni szeretne. Már pedig azért a BVD-met nem szabadna így ilyen könnyen elengedni. Hopp! Naftnak pont nem jön össze a tag a scout-tal, amit még egyébként mindig megtartott. Meglátjuk, mennyire fog működni. Nézzük Gobbi érkezésére, vagy számítanak-e a CT játékosok. Takó, Tabzen egyedül megölte Nitrót. Hoppá, meghalt Tabzen, de a második fregre már nem volt elég Takó MP9-e. Tizian is tud fregelni. Ott van neki egy dupla. Tizian kerülése. Ez már eléggé durván, 6-13 lesz nagy valószínűséggel, Twist nem igazán tud mit tenni. Megint, hogy bém van a bomba. Ezután nagy nyomás segített rajtuk. Talán még Tiziannal amúgy találkozhat. És fog is. Hoppa, Tizian már észrevette őt? Igen. Hoppa, meghal, viszont Nexen nem bír el. Taps, taps. Azt hiszem, ezek a brazilok. G2 Inc mérkőzésre a háttérben. Ugyanis ott hosszabbításra hozta ki a harmadik pályát az Inc. Az utolsó három körben a G2 egyet nem tudott elhozni, hogy befejezzék a pályát. KNG 108-as ADR-re, 28 fraggel. Térjünk vissza saját mérkőzésünkre, ahol dupla AWP és védelmet alkalmaz a Liquid. Nincs kitjük. Nitro vehetett volna és kellett is volna vennie. Nem féleképpen. Elé is. Egész agresszív pozíciója van egyébként, illetve hát meglepetés erejével élhet, hogyha esetleg a bigesek agresszívkodni fognak, és úgy néz ki, hogy meg is indulnak nagy valószínűséggel. Nitro közben megölt a Tiziant falon keresztül. Szépen tűn a Liquidtől. És telébe kapja a füstöt. Akkor pedig elhelyezkedett pozíciójába. Zők ismételten egy B-támadást fog következni a német organizáció játékosaitól. Nitro hibázik, mekkora mész! Ott van még egy frag. Takra számítanak?
nem számítanak egyébként, nem tudják, hogy ott van. Szója meg tud halni, tripla lesz, meghal. Ott van lesz bizony. Kónak végül 6-14, ember veszteség nélkül hozzá a 14. körét a Liquid. Ajaj. Ekozni kényszerül a Bigit, vagy hát forszolnak igazából. Mert ugye most csinálták hát volna igen, azt, hogy Eko is engedi 15-ig, igen. De ők inkább ráveszik és kockáztatnak. Ennél ilyen nagyon meredek vállalás egyébként. Nagyon okosan játszottam meg ezt a BCD-t egyébként Bén, amit régében egyik nagyon sokszor láttunk, mostanában viszont elég ritkán alkalmazták azt a sarkot. Nitro, egy frag ismét, és Kopit is lenullozta Tabzanen keresztül, a bomba kiesik elé. Érkezik egy support, flash, Nitro, nagyon szép a flake, takó, szintén besegít, de most hibázik egyet Nitro. Egy Kobi el tud menekülni, Tiziannal ellentétben ő viszont ugye meghalt. Kobi 1v5-ben esetleg el tud-e venni több fegyvert, vagy egyáltalán el tud-e venni fegyvert. Visz. Úgy elkerülik egymást. A játékos késsel fut, és így halnak meg ketten, a bomba pedig Gobinál van, és le tudja tenni, egyelőre csak fékel. Majd most fogja csak végigrakni, belőre teszi egyébként, egy CT fog érkezni hosszúról a Nitro személy, illetve a NAF személyében, aki full HP és Takónak a lábát pedig el lehet lőni. 1v4-et hozhatna? Hát nem. Pont megérkezett. Szávpivel NAF. Én azt hittem, hogy ez egy kicsit félénkebben fog itt kinézni, és bevárja a társát. So lucky. És itt belehallgatunk a Liquid kommunikációjába is. Hát ebből túl sok mindent nem hallottunk, itt valószínűleg a megoldáson beszélgettek egy kicsit. Ilyen problémákat, ilyen eseteket nem szabad engedni. Dupla IP megmarad a Liquidnél. Liquidnél pedig két Mag 10, Tech 9, CZ, AK. Erre telt mindössze Takó, mekkora sprayt láthatunk majd, ez dupla, illetve Nitro segít be. Nex és Gobbi már is csak, Nitro egyből a Tech 9-ra vált, itt a bomba előtt ezt látja. De nem tudja megölni Nexet, Gobbi pedig középen tud regelni. Majd meghal egyébként Nex 1v2-ben, 11 HP-re sebződik le. Tanában pedig már érkezni fog egy CT, a bombát pedig még Nex nem kapart össze, erre hamarosan rá fog látni Twist. Ha, Next ki fogja füstölni ajtót, menjen lesz a timing Twistnek, hát nem a legjobb! Next megöli őt, NAF kontra Next, eddig a másodpercig a négy nagyon pontos volt, mind timingban, mind pozícionálásban, és ezzel fejezi be ezt a pályát. Szintén 16 hap lett? Meccset. Igen. Hát, igen. Igen. Szóval nem lesz fursa. Egyébként bejött, ha úgy nézzük, mert mind a 2-0-át tippeltünk, de azért igazából egy picit szorosabb mérkőzésre számítottam így a második pályán, ugye, ami a Big választása hát én volt. Még az első pálya előtt mindkét pályára szorosabbra számítottam. Igen, amúgy. Ez a 6-6 kör. Hát ez sajnos így alakult.